Hosszú évek óta várták a faddiak, hogy átadják az egészségházat, amire most került sor. Az épület helyén korábban egy cipészműhely működött, majd az önkormányzat 5 évvel ezelőtt megvásárolta az ingatlant, remélve, hogy egyszer összegyűlik annyi pénz, hogy megépülhessenek az orvosi rendelők. A település az egészségház megépítésére 100 millió forintot nyert a településfejlesztési operatív programból. 90 millió forintot a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítványtól kapott, a felmaradó részt pedig az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozta, mondta az átadón Fülöp János FAD polgármestere. A 90-es években ugye privatizáltunk orvosi rendelőt orvoslakással, ugye akkor az volt az irányvonal, és hát bizony a településnek csak egy rozzant épületben lévő fogorvos és orvosi rendelője maradt. Tehát mindenképpen szükség volt rá, és hát nyilván majd a tetőtérbe a pályázat lejártával a lakásokat próbálunk majd kialakítani. A kormányzatnak az a célja, hogy fejleszte a kis településeket és helyben tartsa a lakosságot, jelentette ki az átadón Süli János, paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Minden kis településen legyen, ha iskola már nincs, mert úgy alakult az elmúlt évtizedekbe, akkor pedig korszerű iskolabusz hálózat kiépítésével kell kultúráltan megoldani, hogy a szülő biztos lehet benne, hogy oda vitték a gyereket, onnan hazahozzák, és ez is arra ösztönöz, hogy a kis településről nem akar egy iskola miatt adott esetben elmenni a fiatal házaspár. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke az átadón azt emelte ki, hogy több mint 30 milliárd forintnyi terület- és településfejlesztési operatív program forrásból gyarapodott Tolna megye. A faddi egészségházban 2 házi orvos, 1 fogorvos, 1 gyerekorvos rendel majd. Továbbá itt kapott helyet a védőnői szolgálat is.